Üdvözlöm Önöket! Az idén 18. alkalommal megrendezésre kerülő Debreceni Farmer Expo-ról jelentkezünk, ahol idén is több száz agrárvállalkozás várja különböző szolgáltatásaival és termékeivel a látogatókat. Idén az Expo keretén belül rendezték meg a 4. Hortikó zöldséggyümölcs kertészeti szakkiállítást, valamint az első Vadász Expo-t is. Idén is hangsúlyos szerepet kapnak a gépgyártással és gépforgalmazással foglalkozó cégek, de jelen vannak a vetőmagforgalmazással foglalkozó cégek, növényvédelmi és élelmiszeripari cégek is. Ez utóbbiak kóstolókkal várják a látogatókat. Nézzék meg beszámolónkat a rendezvényről! Mit láttak eddig az Expo-n? Hát ami engem elsősorban érdekel, azok a gépek. Feleségemet meg inkább a sátorban lévő dolgok érdeklik. Engemet a gépek, mivel a mezőgazdaságban is dolgozok. És melyik traktor tetszett a legjobban? Hát végül is melyik tetszett. Tehát nekem a John Deere meg a Class az, ami nekem mindig is az volt a vágyam, az álmom, de hát ez csak álom szinten meg is maradt szerintem. És önnek mi tetszett? Én a sátorban a kecskesajtokat kóstoltam meg, illetve a juhsajtot, és a pálinkát, és az nagyon ízlett az a pálinka. Hello, hát már évek óta kíváncsiak voltunk, hogy is zajlik, meg mik vannak. Végül is a munkagépek, úgymond, tehát a nagyobb teljesítmény traktorok azok, amik tetszettek. Mondjuk én egy Renault fan vagyok, tehát mindenből Renault, de sajnos Renault nem találtunk sehol. És melyik traktor tetszett a legjobban? Hát a Valtra. Hogy nekünk ez szakmába vágó, és amúgy is érdekel bennünket, az újdonságok érdekelnek bennünket. És mi tetszett a legjobban? Hát legjobban a lovas bemutatók, aztán a gépek, a magyar tarka, mert mi is azt tenyésztünk, és hát általánosságban minden. Milyen gépeket hozott magával az Auditker Kft. A Farmer Expo-ra? Hát egy kicsit kisebb gépparkkal készültünk, mint a tavalyi években, de a cégünkre legjellemzőbb gépeket elhoztuk, és hoztunk újdonságokat is, így például a Frostbuster fagymentesítőgépet, amit gyümölcsösbe használnak elsősorban, illetve a kertészeti vonalon hoztunk palántázógépet, újdonságot, amivel tormát lehet ültetni. Illetve hát a legjellemzőbb ugye a Lamborghini traktorokat szintén elhoztuk, a tavalyi év slágerét, ugye az RF és az R3 Evo traktort. Ugye az Foggia vetőgépet is, ami már egy nagyon régi termékünk, és nagyon jól bevált, a Foggia 6-soros szemenként vetőgép, illetve itt van a standon a Berti szárzúzók, amit ugye elsősorban szőlős és gyümölcsösökbe szoktunk ajánlani, nagyon strapabíró, múcsozó szárzúzógép. Sokan érdeklődnek a Mangalica termékek iránt? Szerencsére igen, látható és érezhető egy változás a magyar konyhában. Ismét visszakerül a Mangalica a központi étkezések közé, tehát ebédre, vacsorára egyre többen fogyasszák a Mangalicát. Legközelebb a bábolnai gazdanapokról tudósítunk. Várjuk Önöket is az Agroinform standon. Viszontlátásra!